A Noxus és Vihar síkság közti hegységek olyan templomot rejtenek, ahol ősi és borzasztó titkokat őriznek. A templomot körülvevő területet azon szerencsétlen vándorok kivéreztetett tetemei lepik el, akik túl közel merészkedtek a kapukhoz. Az áldozatok csupán azonokból haltak meg, hogy kielégítsék Vladimir kíváncsiságát, mikor még fiatal korában a hegyeket aludta. Egy napon a még serdülő Vladimir brutálisan kivégzett két vele egykorú fiút, csak hogy élvezhesse a belőlük feltörő vérvörös gyönyört. Hamar rájött, gyilkolásra ösztönző vágyain sosem lesz képes úrrá lenni, és ha Noxusban marad, botor tettei még bajt hozhatnak rá. Habozás nélkül útra kelt hát, elhagyta Noxust és dél felé vette az irányt. A holttestek nyomai egy omladozó kőtemplomba vezették Vladimirt, melyben egy öregedő szerzetest talált, aki tiszta, vörös szemmel tekintett Vladimirra. Vladimir ugyanilyen pillantással felelt, ami meglepte a szerzetest, aki felismerve Vladimir gonosz sóvárgását, megtanította őt, hogyan irányítsa és manipulálja az élet folyamát, melyet gyakran az átutazó vándorokon gyakoroltak. Mikor elérkezett Vladimir számára a nap, melyen az utolsó leckét kellett megtanulnia, a szerzetes figyelmeztette őt, hogy ha Vladimir hibázik, az az életébe kerül. Vladimir nem hibázott, és nem csak hogy nem hibázott, de elborzasztó sikert ért el. A szertartás során Vladimir a szerzetes utolsó csepp vérét is kiszívta testéből, és egyesítette sajátjával, amely után övé lett a mester, és minden előtte volt véridéző varázsereje. Egyedül, céltalanul, Vladimir úgy határozott visszatér Noxusba, hogy a ligában bizonyítsa erejének hatalmasságát. Mikor a noxusi parancsnokság tudomást szerzett a palota űreinek, hirtelen bekövetkezett szörnyű sorsáról, úgy döntöttek, engedélyt adnak Vladimirnek a ligában való részvételhez. Ez Vladimir története. The rivers will run red.